Mint tudjuk, hazánkban óriási rajongótábora van a Csengetett Milord című angol sorozatnak, amelyet még a hazájában sem tartanak olyan nagy sikernek, mint Magyarországon. 2018-ban, amíg élő színészek, néhány szereplőt leszámítva, nagy örömmel jöttek el arra a közönség találkozóra, amelyet néhány magyar rajongó szervezett meg, s a teltházas rendezvényt hatalmas siker koronázta. A legfanatikusabb hazai rajongók bizonyára tudják, hogy a sorozat szereplői több más hasonló filmben is játszottak együtt, amelyek viszont a legnagyobb sajnálatunkra soha nem készültek el magyar szinkronnal. Ez a videó most az Oh Duck the Beaching című sorozatra fókuszál rá, amely igazán megérdemelt volna egy magyar szinkront. Az hírlik, hogy ez a széria már nem volt annyira sikeres, de Magyarországon talán ez is nagyobb népszerűségre tehetett volna szert azokkal a már megszokott szinkron színészekkel, akiket a Csengetett Milordban is megszerettünk. Az Oh Duck the Beaching című sorozatot 1995 és 1997 között készítették, 2 évvel a Csengetett Milord befejezése után. A sitcom egyik szerzője ismét David Kraft volt, aki ezúttal nem Jimmy Perry, hanem Richard Spendlove oldalán szórta a poénokat. A bevezető epizód 1995 nyarán került a képernyőre Angliában, és a kedvező fogadtatás eredményeként egészen 1997. szeptemberéig futott. Már a bevezető zenéje is remek hangulatot áraszt. A történet egy képzeletbeli vasúti szárnyvonalon, Hatley településen játszódik, ahol az állomást bizonyos okok miatt be akarják zárni. A sorozatban az azelőtt komornyikot alakító Stokes, azaz Paul Shane, ezúttal ideiglenesen megbízott állomás főnököt alakít, aki mélységesen szerelmes a feleségébe. Mindenki nagy kedvence, a Csengetett Milordból ismert Ivy, azaz Sue Pollard ezúttal egy Ethel nevű jegypénztárost játszik, aki állandóan férfiakra vadászik. A sorozat készítőitől remek ötlet volt Sue Pollardnak az Ethel nevet adni, hiszen a rajongók jól tudták, hogy a Csengetett Milordban Lady Lavender gyakran szólította őt ezen a néven. A sorozatban feltűnő újonnan kinevezett állomás főnököt, szintén a Csengetett Milordból ismert James Twelvetrees, azaz Jeffrey Holland alakítja. A sorozatban szerepel még Mabel is, azaz Barbara New, aki ezúttal elhagyta a slampos megjelenést, és az új állomás főnök háziasszonyaként tűnik fel alkalmanként a színen. A Csengetett Milord rajongók nagy örömére felbukkan még Henry is, azaz Perry Benson, aki ezúttal egy tapasztalatlan kazánfűtő szerepét alakítja. A mellette lévő öreg mozdonyvezetőt Ivor Roberts alakítja, aki Mr. Barnes-ként nagy gumiipari szakértőnek számított Meldrumék gyárában. Sir Ralph komornyikja, Selfridge, azaz Hugh Lloyd is látható a filmben, ezúttal sofőrként. Érdekes, hogy a sorozat végén nem derül ki, hogy bezárják-e az állomást, mégpedig azért, mert az alkotók terveztek egy harmadik szériát is. Ez azonban a gyenge nézettség miatt soha nem készült el. Vajon milyen lenne ennek a sorozatnak a fogadtatása egy magyar szinkronnal? Ezt talán már soha nem tudjuk meg, minden esetre egy nagyon jó sorozatról maradtunk le. Ám bár akinek angolul is megfelel, az eredeti nyelven rátalál az epizódokra az interneten is. Kellemes nosztalgiázást kívánok mindenkinek! Sziasztok!